Sziasztok! Én Zoli vagyok. Én pedig Feri. És ez itt a Zöld Pokol. Üdvözöllek benneteket sok szeretettel a Peugeot Storyk következő epizódjában, ami tulajdonképpen egy kicsit talán összemosódik a nemrégiben befejeződött Bosch VS márka szerviz minisorozattal is, annak egyfajta lecsengéseként, ugyanis a Bosch szerviz által felfedezett egyik fő hibát, a stabilizátor rúdnak a nagy alagút szilentjeit fogjuk most kicserélni, mert ugye azok a szilentek sajnos rosszak, és ha már azokat a szilenteket kicseréljük, akkor a stabpálcáknak a felső befogatási pontját így is úgy is meg kell bontani, és akkor már a stabpálcákat is cserélni fogjuk. Ebben segítségemre lesz Feri, Pus Feri, aki egy nagyon kedves barátom és kollégám a civil munkahelyeimen, mondhatjuk ezt ugye mondhatjuk, így is. Igen. Feri is hatalmas nagy autórajongó, nagyon szereti a bütykölést, a szerelést, meg szép emlékű Ennio Morricone-t is, amint láthatjátok a pulloverén, találkozott vele személyesen, azért ez durva. Sőt, muzsikált. Sőt, még zenélt is, így van, zenélt is Ennio Morricone-val. És akkor megkérem Józsit, mostani operatőrünket, kicsit jöjjön közelebb, és akkor megmutatom, hogy milyen alkatrészeket fogunk cserélni. Jó kis TRV stabpálcáink vannak, a megfelelő csavarokkal. És ugye ebben az alkatrészben az a jó, hogy ezt még mindig a TRV gyártja, nem csak csomagolja, mint például jelenleg a fékbetéteiket. Aztán ugye itt vannak az említett fő alkatrészek, cserélendő alkatrészek. Ezeknek a márkája egyébként Hutchinson vagy Hutchinson, nem tudom, hogy mennyire ismeritek ezt a márkát, én az életben nem hallottam még róla, és kiderült, hogy a hangzása ellenére ez egy francia alkatrészgyártó, és ráadásul például a PSA csoportnak, tehát a Peugeotnak is gyári beszállítója, hiszem, hogy 1400 forint volt darabja, és gyári alkatrész lesz így az autóban. Nagyszerű. Ugye természetesen, ahogy a Haynes-féle útmutató, szerelés útmutató is mutatja, a hozzátartozó csavart és anyát is cserélni kell. Ezek ugye gyári cikkszám alapján lettek megrendelve, ezek gyári alkatrészek. És ha már cseréljük a nagy szilenteket, ezeket a nagy alagút szilenteket, akkor azért lefogatót is szereztünk hozzá, mert ki tudja, mennyire rozsdás a mostani. És ugye hiányzott egy középső kipufogó mi ez, gumibak, úgyhogy akkor már azt is fel fogjuk rá cuppantani. Szóval, mindjárt felemeljük az autót, bemegyünk alá, és megkezdjük a szerelési munkálatokat. Jöhetsz ide közelebb, akkor gyere! Okay. Tehát a feladatunk most itt az lesz első körben, hogy itt a stabpálcának ezt a felső bekötését kell először kiszednünk, ugye ami a lengéscsillapítóhoz van bekötve, majd itt alul a stabrúdos bekötés, és akkor a stabrúd felszabadul, és a bent lévő szilenteket ki tudjuk venni, hogy most ennek fogunk nekiállni. Itt egy kicsit meg kell ezt dolgozni. Kicsit megdolgozzuk, hogy ne a full rozsdába nyúljunk bele rögtön. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja magát elengedni. Majd meglátjuk. Nekem most át kell jönni a túloldalra, bocsi. Várja. Ne is félre. Semmi gond. Hogy is lesz ez? Ezt így kéne valahogy. Ne, ez az. Na, basszus, ez szépen meg is indult. Szerencsére eddig ezzel nagy nehézségben nem ütköztünk. Ezzel a felső csavarral. Mondjuk alapból az autónak a futóműve szerencsére rozsda szempontjából, meg az autónak az egész alja rozsda szempontjából azért jó állapotban van. Szóval ilyenre nem számítottam, vagy nem számítok még egyelőre, hogy valami nagyon durván kicsavarhatatlan cuszba fogunk ütközni. Aztán majd nyilván ugye azért az élet megcáfolhat bennünket.
de bízom abban, hogy nem kell nagyon megijednünk későbbiekben sem. Hegedű művész kezei mi mindenre képesek? Ez nem semmi. Hát még az enyém. Ja, hát... De köszönöm a bizalmat. Igen, mert hivatalosan a főiskolai végzettségemmel én kameraművész vagyok, nem hegedű művész. Bocsánat. Ja, értem. Te meg kameraművész. Igen, Józsi meg a kameraművészt. Én most nem fogok izé rozsdátlanítani, megpróbáljuk, hogy így megindul-e. Szerintem igen. Nem akarom ide beütni a kezemet. Figyelj, azt csinálom, húzom én például, vagy nem? Márjál, megpróbáljuk. A kesztyűbe azért csak jobb. Megmozdul ez. Oh, gyerekek. Kicsit csúnyábban néz ki, mint a másik oldal, de azért ez is azt mondom, hogy ó, tökéletes. Ugye ezek a csavarok, mármint a maga az anya, az ugye ki lesz cserélve. Meg hát ugye nyilván ez a középső, ez meg a magányos tappálcához tartozik, tehát az sem ilyen lesz. Miután ugye cseréljük itt ezt az alkatrészt. Most egyelőre koncentráljunk a anyának a leszedésére. Ez egy macerás megoldás. Kellemetlen itt hozzáférni. Ugye eléggé. Kézmelegítésnek is jó az a lámpa. Azt elhiszem. Engem tudod ide valahol fölakasztani, ne kell itt tartanod? De nem, ez nem probléma, hogy tartanom kell, ne viccek. Ez de egy undorító dolog. És ezzel megy a legtöbb idő, hogy ezt a csavart szedjük, meg majd a másik az ott alul. Tök jó. Ráfogok rá ezért torxa, vagy mi az ezért, mit szólsz? Na szóval most jönnek az alsók, várj, először ezt kell bedugaszolni. Ez tényleg torx. Ezt kell bedugaszolni, tehát most jönnek az alsó bekötési pontok. Meg vagyunk? Igen. Ez az, ezt már szépen felettem. Éveket lehet húzni rajta. Igen, szóval a tetejével kicsit megkínlottunk, főleg a másik oldalon, mert a magán a pálcán lévő menetszárnak a vége, amivel be kell illeszteni ugye ezt a torxot. Vagy a, mit mondtál, milyen a másiknak a neve? Imbusz. Az Imbusz, igen. Bocsi. De ez szóval, tényleg torx. Szóval az nagyon elnyalódott, és ott megküzdöttünk keményen a középen tartással. Szóval itt most éppen küzdünk ezzel, nem sokára lejön, a másik oldalon ugyanez, és akkor végre magát a stabrugat is meg tudjuk mozdítani és kivenni a nagy szilenteket. Na, innen folytatjuk. Nézd meg, hogy honnan akarod vágni. Persze. Így, hát itt figyelj, az anya mögött elvágom. Jó, tökéletes. Figyelj, a stabrudat ne vágd el. Nem, hát figyelj, gyere, nézd meg, hogy miről... Tehát ide nem jövök, igen, itt az anya mögött elvágom. Meg ehhez se érek hozzá, legalábbis jó. Terveim szerint. Mehet, ne nyomjad. Jó, mindjárt. Jó, van. Alakul. Aha.
Figyelj, azt azért próbáljuk meghajtani. Bár nagy a csábítás. Nagy a csábítás, mi? Nagy a csábítás, de hát, ha nem. Várjál, visszarakjam? Ne, vedd ki. És akkor újra kiveszem? Vedd ki. Egyébként lehet, hogy itt is flexelni kell, úgy érzem. Úgy érzed? Hát figyelj itt. Bár nem, ez most nem, még jó. Az, az ez most még jó. Lámpát kérsz? Hát, adhatsz egy lámpát. Jobban látszódjon a videó. Az lehet, hogy nem fog kiszúrni veled annyira. Hát, remélem. Bár itt még azért sokat kell rajta tekerni, de talán ha van egy kis szerencsénk, akkor ez megkímél téged az újabb flexeléstől, Feri. Amit ezúton is sok szeretettel köszönünk. Igen, ez közben jön kifele. Jön kifele, hát ugye reményeink szerint majd a két nagy stabrút szilentnek a kiszedése azért talán nem lesz ennyire durva, azt egy-egy csavar fogja. Hát az úgy érzem, hogy készülhetsz a flexelésre, mert itt is elnyalódott. Elnyalódott, ugye? Csak ide. Hát igen, sajnos kezd meghalni ez is. Várjál, meg azért majd még teszünk. Kicsit pihent a flex. Kicsit pihent a flex. Várjál. Azért még belevelek egy párat. Kalapáccsal. Úgymond. Úgymond kalapáccsal még azért rádolgozok egy kicsit. Hát, fönnmarad. Már ennyire marad fönn. Jó van. Ezt a jó kis levágott véget, ezt letesszük. Ellen tart csak kicsit, vagy valahogy? Várj, meg megpróbál. Aha, próbáljuk meg. Biztos, hogy a... Jó, teszünk még egy próbát akkor. És hogyha nem sikerül, akkor az Ugarnál intézett neked egy Flexman előfizetést. Flexment. Na, most ez most jó. Ideig, óráig talán valamit segít. Ez most jónak tűnik. Próbálok. Szóval sok lesz itt még. Erőködök helyetted. Ó, nagyon jó vagy. Mint a... Tenis. Ennyi volt. Hát ennyi volt. Figyelj. Hát igen, az a baj, hogy most pont a legrosszabb. Igen, ezt vágd le, légy szíves, ezt is. Én nincs kedvem majd tekergetni. Megérte. A második flexelést már nem fogjuk megmutatni, pont ugyanolyan lesz, mint az első. Gyakorlatilag karácsony márciusban. Csillagszórok mi egymás. Geniális. Uppa. Mutassad bele! Én forró még veszek, de itt van. Nagyon jó vagy. Elérkeztünk a tulajdonképpeni fő célunkhoz, ugye ezt a nagy szilentet fogjuk kivenni, szilent blokkot itt is, meg a túloldalon is. Ehhez szükségünk lesz majd ennek a hosszú csavarszárnak kivételére, amit itt alul fogunk majd ugye kiszedni, ott fönn meg kell fogni valami fogóval, és akkor, ha minden jól megy, akkor kikapjuk, aztán az meg is lesz oldva. Na, akkor innen folytatjuk. 18-as. Igen. Így, és... Igazából fognod se kell, mert az előzőt se fogtuk. Hát igen, csak most mondjuk itt pont az izé van. A leömlő, akkor lehet, hogy nem az kéne, hogy szét... Nem, az nem fog szétmenni. Az biztos, hogy nem fog szétmenni. Hát az... Azt mondod? Az acél. Jó, csak már úgy hirtelen el fog fordulni, ugye a... Akkor döntsd neki egyből, azt kész. Kezeddel akkor úgyse fogod tudni rendesen megtartani, mert te kezed is elviszik. Jó, akkor erre jó rátámasztottam. Na, és akkor ezt a csavart szépen innen ki heréljük. Oké, jó, mindjárt megfogjuk a kezét, ne essen le. Jó. Kulcsot. Kire. Na kérem szépen, és akkor ezek helyére mennek majd gyári csavarok, ugye? Nem gyenge. Kivesszük ezt a szilent blokkot innen. Az előző tapasztalatokból okulva már talán egy picit könnyebben is fog menni. Feri nagy szakértelemmel nyúl a dolgokhoz.
Igen, itt van a kis tartónk, amit nem is fogunk igazából cserélni, ezt a leszorítót, mert rájöttünk, hogy nem rozsdás. Silent blokk levétele pedig néhány egyszerű csavaromozóval segítségével. Már is. Segítsek fel. Órák kérdése is. Márján. Szinte. Könnyom azt a idődudat. Látsz egyáltalán valamit, vagy csak utat? Érzem, az erő vezet, ne viccel. Az erő velem van. És már. Ott jön. Eljött ki, nagyszerű. Nagyon jó. Szép. Na, az új szilentek nagy küzdés áran helyén vannak, meg a másik oldalon is, most nem mutatjuk meg. És igazából visszatesszük ugye ezeket a lefogatókat, mert hibátlanok, ez csak kosz, ami rajta van, igazából nem semmi korrózió nincs rajta. Kicsit nehéz volt belegózni, igaz, Feri? Így van. De most már talán sikerül, úgyhogy megpróbáljuk még a helyére valahogy bebújtatni mögé ugye ezt a kis segítek lefogatót. Kicsit húzd előrébb magát az egészet, mert nem fog beférni. Aha, igen, most fog mögé férni. Jó. Kicsit még kanalazzá alá. Így valahogy? Még egy kis... Jó lesz, kicsit húzd följebb a... Látom, minden, igen. Most beakadt, kicsit neked balra. Úgy, így. Megvan a helyén már. Most vissza... Igen, mert most meg ugye kijött alól a szilent. Na, én most viszont, mintha... Stabrúddal együtt. Most ez benne van. Igen, csak kifordult az alja a szilent. Igen, nyomom vissza. Amennyire tudom. Benyúlok én is ide egy kicsit neki. Ez most egy jó kis össznépi kis benyúlás. Az a baj, hogy nincs a talpa lent a... Nem baj, majd mindjárt megfordítom még egy kicsit, várja. A másik sincs a helyén. Igen, az a baj, hogy el is csúszott egy kicsit. Várja. Kicsit az egészet el kéne mozdítani. Errefele. Jó, az most jobb lett. Az most jobb lett, igen. Ezt érzem, hogy ez is benne van most a fészkében igazából. Csak még egy kicsit mehetne hátrább ez az... Átkozott szilent. Megpróbáljunk kesztyűvel hátrébb forgatni? Hát figyelj! Ennél szerintem nem biztos, hogy kell jobban hátrébb forgatni, mert ha leszorítjuk, akkor úgyis oda fog beülni a helyére, nézd. Ennek ugye pont ez lesz a feladata, hogy ilyen szép rugalmasan tartsa ezt a stabrudat. És ez most pont jól is látja, nézd, ahogy nyomogatom. Csak a levegőben van a hátsó fele, azért, mert ott van alatt egy... Ha le van szorítva, nem tudom, hogy mennyire fog a helyére. Ez hogyha leszorítjuk, ha rendesen le tudjuk szorítani, akkor ez pontosan jó lesz, mert akkor a videó látszott, hogy az előzőnek is ez az első bütyke, ez nem oda ült be, hanem erre, így, ahol most van. Látod? Aha. Itt. Jó. A videón is az látszik, amit a bemutatásakor csináltam a hibának még korábban. Na most akkor megpróbáljuk helyére csavarozni ezeket a jó kis cuccokat. Meglátjuk, hogy sikerül. És akkor igen, még ezt mutatjuk meg, hogy akkor ide fogjuk ezt szépen bedugaszolni, és akkor tetején megpróbáljuk valahogy majd, és jöjjön, ahol kell neki. Csak ez most olyan, mint a rossz helyen lenne. Ja, igen, kicsit arrébb kell tolni ezt a pántot. Majdnem már. Ez tényleg ilyen legó. Felnőtt legó. Igen, a másik az milyen? Vagy nem, mert hogy mennyire mozdultál? Az jó. Ez felnőtt legó. Igen, igazából most jó helyen van a szilent is, meg a lefogató is egymáshoz képest, csak ezt kéne még jobban lenyomni valahol. Ez az! Átment? Igen, átment. Jó. Gyorsan rá az anyát, mielőtt meggondolja magát. Még kéne ugrik, ja. Igen. Jó, mit hozzak? Hát egy felest. Ja, hát csak 18-as van. Az is jó. Igen. Ezt kéne most a dugókulcssal gyere, és akkor szépen elkezdjük ezt itt megdolgozni. Illetve... Ja, de akkor a 18-ast leveszem. Meg hozd a izét is. Nem. Ezt fogom meg egy kicsi pillanatra, kérlek. Igen, meg kell az a izé is. Az a amit használtunk lefogatónak, mert ellen kell tartani. Ellen kell tartani ennek a szerencsétlennek. Várjál. Először el kell találnom. 18, jó. Na most csavard be. Mindjárt. Igen, ez is ilyen műanyagbetétes, szóval ezzel is meg fogunk most szenvedni kicsit. Jó.
Jó, figyelj, egyelőre ennyi, tegyük fel a másik oldalra is. Ja, hogy valamennyire már így legyen nekem valami kis mozgása. Na, csavarjuk helyére éppen ennek a nagy szilentnek a lefogató tartó csavarját. Úgy tűnik, hogy talán sikerül is Ferenc is József segítségével ezt megoldani, na meg Ferenc velem. József. Ferenc József. Ferenc József. Tartom itt a lámpát, hogy ti is lássátok. Messze még a vége, de már nagyon jól haladunk. Már csak a stoppálcákat kell utána. Ez jó volt. Meg lesz egyébként szerintem a szintidő, de azért dolgozunk kőkeményen. Csavarjuk be, és akkor közben elmondom nektek azt az örömteli tényt, ha még esetleg nem tudnátok, hogy már 100 feliratkozó felett van a YouTube csatorna, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, akik feliratkoztatok és nézitek a Zöld Pokol videókat. Nagyon nagy élmény volt. Én csak 900 kérdések, nem, már 103-nál vagyok egyébként, de néhány heten meg lett a 100. A Zöld Pokol instájára föl is tettem aznap egy ilyen kis képernyőmentést, ami mutatja a csatornának a 100 feliratkozót mutató oldalacskáját. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez összejött. Yeah. És ráncsuk meg ezt még jobban, ha tudjuk. Szorítsuk rá, amennyire csak lehet. Természetes. Úgyhogy továbbra is készítjük nektek a videókat, az autós tartalmakat, mindenfélét. Mindenki szerintem, aki szereti az autókat, újat, régit, szerelést, beszélgetést, automodelleket megtalálja nálunk, a számítását. Csináljuk tovább a szilent cserét is. Húzzad csak nyugodtan. Jó lesz. Szerintem ez... Még majd ráhúzunk egy kicsit csak. Fogd meg, ráhúzok most én egy párat. Nézem, hogy mi a helyzet. Ez itt teljesen jó már, itt már csak izé feszíteni kell. Ezek már csak ilyen kis... Tényleg beült a helyére, tök jó. Ennek ugye ez van. Szerepe. Reméljük, hogy nem fog kijönni. Jó, szerintem ez így jó lesz. Nézzük a másikat. Na, az egyik stoppálca már fizikailag a helyére ment. Még nem szólítottuk rá azért közel sem az anyákat, de illesszük a másikat, azt is beillesszük a helyére. Utána majd szépen elkezdünk dolgozni. Ebben nem is tort kell, ugye alapból izés ez. Mi ez? Aha. Amit mondtál, imbuszos alapból, igen. Jó. Na, illesszük. Így. Várjál. Itt van egy. És ez ugyanolyan mind a két vége egyébként? Ugyanolyan, ez teljesen ugyanolyan, így van. Jó, és akkor... Van, fölülben van? Fölülben van, és akkor gyorsan rájuk dobom a izét, az anyát. Két anyja. Aztán ne legyen vele szórakozás. Akinek két anyja van, ugye ennek például ennek két anyja van, igen. Tökéletes a megfogalmazás. És mondhatjuk, hogy még mindig csatorna barátok vagyunk. Jó, és akkor most az imbuszos mesh megoldással szépen visszatesszük. Ezzel most nem kísérletezünk. Igen. Azt, mi, hogy hát egy ugyanekkora imbusz. Azt hiszem, hogy ötös volt. Belepróbálom. A gyárilag ötös volt, nézd meg. Igen, ez passzentos. Jó, ez tényleg. Jó. Akkor ezzel szépen főhúzzuk rá, az kész. Jó, látsz így, Józsi. Oké, mehet? Hát mehet, tökéletes. Kezedre vigyázz mindig. Igenis. Hopp, ez már megszorult te. Ennyi van? Állatság. Nagyon jó. Kicsit húzzál rá azért. Nyilván eltépni nem kell, de húzzál rá. Még nyugodtan lehet azért. Jó. Még egy kicsit? Jó. Kiváló. Na, Ferenc nagyon jól megoldott az első feladatot. A másodikat csinálom én, mit szólsz hozzá? Ahogy gondolod, én meg ellen tartok. Te meg tartsál ellen. Aha. Hát, ugye kicsit én is dolgozok, hogy lássák a kedves nézők, hogy... Végül is idáig csak te. Igen. Mindegy. Hát az úr, az annak túlzás, de... Itt is nyugodtan nagyobb körbe nyomadhatod, mert én kibújtam a képből.
az ember az úgy van vele, hogy mindig eltervez mindent, az kb. A fele nem fog megtörténni még egy kicsit. Adunk neki! Hát ez jó. Már... Kiváló. És akkor lejjebb eresztjük, és akkor a felső is megcsináljuk. Na hát már csak egy mikrofonnal dolgozunk, mert gyorsan le kell lépnünk, túldogtunk a nyitvatartási időn, és nagyon szépen köszönjük ezután is a szereld magadnak, hogy ismét eltűrték a kis videózásunkat itt a Galvani úton. Nagyon jó kis műhely, nem szponzorált tartalom, természetesen mindent kifizetünk, sőt még túlórát is, mert hát, ahogy mondtam, túllógtunk a hivatalos nyitvatartási időn. Feri, nagyon szépen köszönöm a segítségedet, nagyon hogyan értékeled ezt a kis szerelést? Nagyon tanulságos volt, én úgy érzem. Egy kis esti gyúrás is megvolt. Egyébként Ferinek nem mellékesen van egy nagyon jó állapotú T22 Avensis-e, ugye egy első generációs klasszikus 164 AFM motoros, a klasszikus agyon csaphatatlan, és nála gyakorlatilag a teljes futóművet nemrég újították fel, úgyhogy ha benne vagy, akkor majd arról az autóról is csinálunk egy videót, már csak azért is, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen egy ilyen lassan 20 éves, vagy most már jó több mint 20 éves elnyűhetetlen Toyotának a felújított futóművével közlekedni. De addig is még számos új videót találhattok majd a Zöld Pokol YouTube csatornáján. Iratkozzatok rá fel mindenképpen, és lájkoljátok a videókat, vagy diszlájkoljátok, hogyha éppen nem tetszik. Mindenképpen kommenteljetek, kérdezzetek bátran, akár a videókban, akár vagy a videók alatt, akár a Zöld Pokol Facebook oldalán. Mi a neve a Zöld Pokol Facebook oldalának szerinted? Zöld Pokol. Az az Instagram, meg a TikTok. Csak simán Zöld Pokol. Csak simán Zöld Pokol. Az első, aki nem tudta. Na, Ferikém, továbbképzésre kell majd járni, Zöld Pokol továbbképzésre. Ja, mondjuk Józsi tudta, de ő legalább nem mondott semmit. Szóval Zöld Pokol, fent vagyunk a Facebookon is, illetve ahogy már Feritől megtudhattátok, az Instán és a TikTokon Zöld Pokol néven szintén megtalálhatóak vagyunk. Kövessétek az összes felületet, a következő videóig pedig sziasztok! Ja, igen, fölkerült természetesen a kipufogó rögzítő dob is, vagy micsoda ez a kis gumibak, csak azt már elfelejtettük levideózni. Na most már tényleg sziasztok! Dehogy mászok!